93.4 rádió, Dabas a mikrofon mögött, Balogh Feri, 2024. szeptember 12-e csütörtök van, Mária nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánunk innen is. Köszöntjük a minket Facebookon képpel, hangval együtt, élőben, figyelemmel, kísérőket, kellemes délután, majd a 18 órás ismétlés hallgatóinak a kötelezők után pedig köszöntöm Schulz Józsefet, Újhartyán polgármesterét, szervusz, szia! Szervusz, én is köszöntök minden kedves Máriát, meg mindenki mást is, aki hallgatja a Dabas rádiót. Elnézést a néha behaladszó kőgésekért, de népiesen szólva meghagyintott a göthő. Bontsál nyugodtan vizet, bekészítettünk, és köszönöm. Nyugodtan kortyolj el, de tényleg elnézést ezért. Minden esetre belekezdünk a beszélgetésbe. Szeptember 12-e van, mint mondtam, most már a második hét is lassan a gyerekek mögött van, elindult az iskola, óvoda. A kérdésem pedig ehhez kapcsolódna, mennyi gyermek indította az intézményeitekben az évet, illetőleg nyilván minden rendben volt, egy személyes tárgyi feltételekre gondolok. Ugye nekünk minden évben az a kérdés, főleg az óvodában, hogy hány gyereket tudunk felvenni a plusz jelentkezők közül. Ugye ez a plusz jelentkezőknek sajnos nekünk, hál' Istennek, ez évről évre egyre kevesebb, hiszen azért az utóbbi években elég sokat növekedett a születésszám Újhartyánon. Valamelyik adásban beszéltünk arról, hogy tavaly 47-en születtek. Az nagyjából be is fedi a két csoportot, még akkor is, hogyha ugye nem naptári év szerint választjuk szét a csoportokat. Hát idei év azért nagy dolog volt, mert amúgy az óvodából az iskolába is ugye átmentek a tanulók, és ilyen 26-os osztálylétszámok vannak, tehát egyik 26, azt hiszem a másik 27, így valahogy jól emlékszem, és hát ugye oda nagyon már nem fér be több. És hát azt el kell mondjam, hogy az idei az számomra is nagy dolog volt, mert kisfiam megkezdte az iskolai tanulmányait, úgyhogy őt is köszönthettük az iskolába. Én remélem, hogy minden gyereknek ez egy nagy élmény lesz, és sikerül hamar a beilleszkedés. Tradicionálisan, mint mindig, most is a polgármester úrral való készfogással köszöntötted őket az iskolában? Igen, a Fricinél egy kicsit el is pityerettem, az az igazság. Tradicionálisan a vételkörzetből, vagy nyilván a Hartyánt környező településekről sokan hordták eddig át a gyerekeket. Amikor azt mondod, hogy nyilván egyre nagyobb a településen belüli lakosság szám, a születendő gyermekek szám, ez azt jelenti, hogy mind kevesebb lehetőség van arra, hogy ide áthordják, átvigyék hát a gyerekeket. Van, de nyilván ugye a saját újhartyáni gyerekek képeznek prioritást egyértelműen, és az a feletti helyekre lehet pályázni adott esetben. Nyilván ezek egyre korlátozottabbak. Bocsánat. Semmi gond. A személy és tárgyi feltételekre térjünk rá. Nyilván többször elmondtuk, már nálatok ezek speciális helyzetben lévén, ugye a nemzetiségi önkormányzat tartja fenn, illetve a fenntartótok ezen keresztül finanszírozza az iskolát. Ettől függetlenül nyilván nálatok is meg kell felelni személy és tárgyi feltételeknek. Ti hogy álltok ezzel? Természetesen, hát mi mindig igyekszünk ezeket évről évre jobbá tenni. Tantermek jól felszereltek, és hát a kollégák is, én azt látom, például ugye én szülőként így az elsőre látok rá, hogy mind a mi osztály, mind a másik osztály nagyon felkészült. Aranyos, jófej pedagógusok várják a gyerekeket. Fricinek ki lett az osztályfőnöke, ha már ilyen nagyon, nagyon személyesek vagyunk? A Stégnerné Méni Géva, magyarul Teve felesége, ugye mindenki ismeri a Stégner Tomit, a zenészt, az ő felesége. Nagyon kedves, felkészült hölgy, és a másik osztályfőnök pedig, ugye két osztályfőnök van, ő pedig a Rajszki Margó. Margót innen is csokoltatjuk. Nyilván a személyi feltételeknél kitérnék arra, hogy nálatok pedagógus létszámbeli problémák vannak-e. Ugye az országban megfigyelhető azért, hogy mind kevesebb a pedagógus, és ezzel a betöltetlen álláshelyekkel küzdenek iskolavezetők. Én nem tudom, hogy most ezt Laci tudná megmondani, igazgató úr, hogy van-e betöltetlen álláshely, de én úgy tudom, hogy rendben van a személyi feltétel.
A következő kérdés még mindig az iskolával kapcsolatos, ugyanis egy polgármesteri pikniket hirdetett meg a Monori Tankerületi Központ, ahova már egyébként az újonnan megválasztott polgármestereket is meghívták, nyilván azért, hogy még inkább átíveljen és folytonosság biztosítva legyen. Nálatok Újhartyán tekintetében Lauter Antal képviselte a települést. Nyilván átbeszéltétek, hogy itt miről volt szó, mit lehet erről elmondani? Hát az az igazság, hogy nem beszéltük még át ezt a dolgot, hogy itt miről volt szó. Ugye Újhartyán iskola, azért mondom a hallgatóknak, hogy ilyen speciális helyzetben van, mi nem klikkes iskola vagyunk, hanem a Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn. Így nyilván más problémákkal nézünk szembe, meg mások a lehetőségeink is. Ez most elég diplomatikus volt, ugye? Gyorsan egy helyesbítéssel szeretném kezdeni. Innen is üdvözöljük Lauter Antal, de természetesen Tóth Antalra gondoltunk mindvégig. Ő képviselte Újhartyánt, hisz a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Hát, igen, egyébként biztos, hogy bármelyikük is volt ott, képbe van, meg megfelelő módon intézi, amit kell. A pályázatokra térnénk át a következő témánkkal. Elsőként pedig, bár még nem látszik, de már ilyenkor a háttérben dolgoznak a kollégák, a szociális tűzifa pályázatról van szó. Mit lehet elmondani, milyen mennyiségben tudtok a pályázati céloknak megfelelően szociális tűzifát biztosítani, mikor érkezik ez meg, és egyáltalán hogyan működik a szétosztásnak a rendszere? Hát ugye a szétosztás, tehát visszafelé kezdem, ugye már amikor a Szociális Bizottság dönt ezekről a kérdésekről, természetesen rászorultsági alapon próbáljuk meg szétosztani. Ez azt jelenti, hogy sorba rakjuk a bevételeket, és akkor húzunk egy vonalat, addig, ameddig a fa kitart, és akkor aki az alatt van, az kap, tud kapni. Éppen ezért ugye ebbe az évben is, mint hogy mindig megpróbálunk több fát szerezni a pályázat keretein belül, erre van, mikor van lehetőség, van, mikor össze kell húzni az igényeket, de természetesen, mint minden évben, ebbe az évben is Újhartyán is indul ezen a pályázaton, és szeretnénk minél több ilyen jellegű tűzifát biztosítani az itt lakóknak. Mi a menetrendje egyébként? Mikor célszerű a rászorultaknak, a nehéz helyzetben lévőknek ezt igényelni? Hát mindenképp a felhívás megjelenése után, és akkor ugye nálunk a szociális ügyintézőhöz kell ezt behozni. Ő esetleg tud segíteni abban, hogyha nem teljesen megy a kérelem kitöltése, és akkor mikor ezek összegyűltek a adott határidőre, akkor megkezdődik ezeknek az elbírálása, majd a kiosztása. A folytatásban is a pályázatoknál maradunk, nyilván már a nagyobb volumenű pályázatokra gondolok. Van-e épp aktuális folyamatban lévő dolog? Ugye most nem olyan régen, ugye pont az volt, hogy nagyon sok pályázatot leállítottak, visszavontak, mi azért igyekeztünk ezelőtt a határidő előtt elindítani bizonyos pályázatokat és megcsinálni, tehát hogy ugye beszéltünk már az elmúlt év, meg az idei évben megvalósuló projektjeinkről, például hogy a Gödör is az utolsó pályázatok egyike volt, ami még így átcsusszant ezen a úgymond határidőn, és az új dolgok azok még eléggé képlékenyek, de én mindig azt szoktam mondani, hogy készüljünk fel, tehát tudjuk nagyon jól, hogy miket kell Újhartyánon megcsinálni. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy van, amire nagyon ritkán jön ki pályázat, tehát ugye az nem titok, hogy mi nagyon régóta szeretnénk egy nyugdíjas otthont csinálni, egy bentlakásost így kifejezetten a helyi lakosoknak. Itt de szúrom közben, hogy napközi is ellátása igen. A nyugdíjasoknak biztosított jelenleg igen, is. Igen, de hogy ezt nagyon régóta szeretnénk megcsinálni, de hát nincs rá olyan forrás, ugye az meg meghaladja a település erejét, hogy saját forrásból tudja ezt megfinanszírozni, de például ilyen a bölcsöde bővítése is, mert még egy csoport szovával el kell látni, hiszen mint mondtam, sok gyerek születik Újhartyánon, és hát nagyon sok szülőnek már mondjuk 2 éves korában a gyereknek vissza kell menni dolgozni, és ilyenkor jól jön a bölcsöde, és hát szeretnénk, nyilván itt is most teljesen hartyáni gyerekekkel van ez az intézmény feltöltve, de hát szeretnénk úgy látjuk, hogyha a nem zsúfolt csoportokat szeretnénk, hanem olyan
csoportokat, ahol mindenhol megfelelő az ellátás, a figyelem, és úgy látjuk, hogy még egy csoportszobára szükségünk lehet, pontosan az ilyen nagyon nagy gyerek létszám miatt, és ezt épp tegnap délután volt ennek a megbeszélése, a Farkas Gábor tervezte, ugye, aki az eredeti épületet is, ő tervezte a bővítést, és tegnap délután beszélgettünk vele és a csapatával erről, hogy hogyan, milyen módon tudjuk ezt megvalósítani, és hát várjuk azt, hogy kijöjjön hozzá egy olyan pályázat, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy ezt megcsináljuk, és hát sok ilyen elképzelésünk van. Nyilván én nagyon nem szeretem azt a fajta pályázati hozzáállást, én úgy hívom, hogy nem gombhoz keresünk kabátot, hanem fordítva. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy megvan, hogy egy településre mi szükséges, és akkor, hogyha olyan pályázat kijön, vagy olyan, amit mondjuk rá lehet erre húzni, akkor arra pályázunk, szerintem újhatnyan semmi szükség nincsen 60 centis kilátókra, azért, mert mondjuk van valami ilyesmire pénz, vagy olyan, úgymond, hát most nem akarok senkinek rossz ötleteket adni, mindenki tudja, hogy miről beszélek. Na. Kicsit visszatérnék a tegnapi egyeztetésre, tehát a terveztetés folyamatban van, és gyakorlatilag lesitek, várjátok a lehetőséget, hogy erre... Igen, mert ha kijön egy pályázat, akkor már késő tervezgetni, meg ilyesmi. Van terved a fiókba, és akkor előveszed, hozzárakod a pályázati anyaghoz, akkor jó. Ha nincs, az ki fog csúszni az időből. Nyilván a tervezőkkel azért egyfajta értékbecslés, vagy kalkuláció, értékkalkuláció az építkezés kapcsán, vagy bővítés kapcsán. Árazott költségvetést ilyenkor betesznek. Milyen mérték? Ami tekintettel az építő ipari árak emelkedésére. Tehát az tegnap volt érvényes, ma már nem. Igen, igen. Tehát, hogy általában mindig egy kicsit több szokott lenni. Hát én most ez is, hogy beszéltünk erről, de hogy ezt mindenki saját bőrén tapasztalta, látja, hogy mondjuk 5-6 évvel ezelőtt mondjuk mennyibe került egy ingatlan, és egy ugyanolyan ingatlan most mennyibe kerül, ezt nem kell csetelnem. És ők hogy árazták be egyébként ezt a projektet? Na, hogy hát nyilván ugye tegnap akkor beszéltetek a tervezőkkel, nyilván valami fajta beárazott kalkulációt adtak, nyilván attól függően, hogy ez mikor valósul meg, ráhagyással kell az értéknövekedés miatt, infláció miatt. Ilyenkor, tehát ez nem egy kész terv, van egy előzetes terv, és akkor ehhez majd, hogyha kész van, akkor csinálnak egy rendes tervet, és ahhoz van egy kiviteli terv, és a kiviteli tervnek van egy árazott költségvetése, ami így forintra pontosan megmondható. Jelen pillanatban ugye, mivel hogy nem tartunk még ennél szakasznál, ez így nem, de azt azért lehet kalkulálni, hogy ez nagyjából egy olyan 150 négyzetméternyi bővítés, és akkor azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen 750-800 ezer forint per négyzetméter nettó, ugye az nem egy istentő elrugaszkodott gondolat egy ilyen intézménynél, hogy ez körülbelül annyi lesz. Én azt tudom, hogy ki lehet hozni egy családi házat 500-ból, hogyha az ember így ebbe dolgozik, de a közbeszerzése sajnos más, meg ott egyéb dolgokat is be kell tenni. Ilyen értelemben, hogy mondjuk áfa, hogy mondjuk alvállalkozók, és akkor az mindig megdrágítja. Ez a közbeszerzések sajátosságai, hogy jó, ez így nem, hogy ezt kell szeretni, nem, ez van, igen. Nem. Még maradjunk egy kicsit a 2024-es évnél, még egy 3-4 hónap hátra van. Igen. Jelenleg van egyébként futó projektetek, olyan, ami kivitelezés kisebbek, alatt van? Kisebbek. Igen. Ezekről esetleg a hallgatóknak be tudsz számolni? Hát most ilyen gépbeszerzés, meg most ilyen apró ilyen közlekedési korrekciók, tehát például én nagyon szeretem, mikor elmondják, hogy mire van szükség, tehát most múltkor jött be egy anyuka, hogy a gyerekek járnak az iskolába, de ahogy a Szobor utcából mész át, a Szép utcából, ott nem belátható az új sor.
és hogy azzal, hogyha tudnánk valamit csinálni, ez tök jó lenne, és akkor ugye kiküldtem azokat, akik ehhez értenek, és akkor mondták, hogy hát hogy tükröt kéne fölrakni, hogy így belátható legyen, hogyha nem akarunk a természetet károsítani, meg mindent föltúrni, és akkor ugye ez kerül most. Tehát ilyen kisebb, apró korrekciók, én úgy szoktam mondani, de ez azért jó, hogyha bejönnek, mert ugye én se járok mindenhol, meg mondjuk más hivatali dolgozó se, meg nem minden eszközzel, mert ugye én például járok arra, de az autómmal. És ritkán megyek így gyalog a Szobor utcából a Szép utca felé, és hogy aki meg így megy, az tök jó, hogy így mondja, hogy ott van ez a probléma, mert ugye akkor tudunk mi ott valamit tenni. És hát itt az őszem, most nem iskolás szempontból, hanem időjárás szempontból, a lehűlés a hétvégén megérkezik. Több településen egyébként a különböző hétvégére tervezett rendezvényeket lemondanak, áthelyeznek, beltérbe teszik. Minden esetre lehűlés lesz, és ez a lehűlés csapadékot is hoz. Az utóbbi időben, még nyáron is monszunszerűen lepett meg olykor a igen rövid idő alatt leesett, akár egy hónapra szánt első mennyisége is, ez gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe hozta. Hát egyrészt a település üzemeltetőit, az önkormányzatokat, de hát a lakosokat is. Nálatok mi a helyzet az ilyen özönvízszerű esővel? Azt tudni kell, és most ezt nem a magunk, meg pláne nem más települések védelmében, hogy arra a világon csapadékvíz elvezető rendszer nincs fölkészülve, mint ami mondjuk néhány hete volt Kakucson, hogy 63 milliméter eső esik egy rövid idő alatt, egy-két-három óra alatt. Ugye nekünk is akkor sok eső esett, illetve volt már tavasszal is egy 58 milliméteres ilyen csodánk. Összességében azért nálunk egész jó a összképet tekintve a csapadékvíz elvezető rendszer, tehát nem nagyon szoktak kelleni kihívni katasztrófa védelmet, tűzoltóságot, ahogy ez nagyon sok településen történt ugye az elmúlt esőzésnél is, de nyilván mindig van javítani való, tehát idén is azért azt el kell mondjam, meg tavaly is azért az önkormányzat mindig, tehát lehet mondanom, hogy több millió forintot költünk arra, hogy a csapadékvízelvezető rendszer rendben legyen, illetve folyamatosan vannak építések, akár útépítés, akár mondjuk egy lakóingatlan építés, ami mind-mind megváltoztatja a terepviszonyokat, egyéb dolgokat, és ha ott nem jól működik, akkor korrigálni kell, aztán nem sikerül esetleg, akkor azt megint korrigálni kell. De lényeg az, hogy lehetőség szerint el legyen vezetve a csapadékvíz. Én úgy gondolom, hogy ez egy működő dolog. Nyilván az ilyen monszunszerű esőzésekre semmelyik. Tehát a csapadékvíz elvezető rendszereket nem úgy tervezik, hogy ekkora mennyiséget azonnal el tudjon vezetni, de minél gyorsabban elvezeti, annál jobb. Hát ezek a monszunszerű esőzések. Nekem több növényem bánta egyébként ezt a múltkorit, de ugye mindenhol na halljátok, hogy milyen károk voltak, azért Újatján is azért egy-két kémény az ledőlt, meg voltak ilyen jellegű problémák, de az mondjuk inkább a szél, nem az eső. Több településen hatása megfigyelhető, nem mondom, hogy ez rátok tipizálható, de hogy eltűnnek a szikkasztó árkak elsősorban azért, mert több autót vásárol a tulajdonosa, és hogy azt kint hol és hogyan parkoltassa, ennek helyén ugye betemetik ezeket a szikkasztó árkokat. Nálatok ez a jelenség megfigyelhető? Van ilyen is, de például van olyan is, hogy ugye most én hagyd mondjak egy saját példát az én ingatlanomnál. Ugye a mi utcánkban ilyen nagyon laza, homokos talaj van, és azt figyeltem meg, hogy bárki odaáll a úgymond a patka részre, tehát az úttest és az árok közé, ez benyomja az árkot, és egy idő után ez be fog omlani, hát mindig újra kellett javítani, és akkor én azt találtam ki, hogy akkor itt alakítsunk ki mondjuk parkolókat, mert úgyis sok szomszédom van, én egy úgynevezett segvégtelken lakok, ha lehet ezt így mondani, tehát ami két telek végéből lett annak kialakítva, és ezért ugye az átlagosnál nekem több szomszédom van ilyen téren,
és meg ugye szembe is ilyesmi, tehát én ugye kialakítottam az utcámon parkolókat, hogyha valakinek mondjuk van mondjuk ott dolga, akkor nyugodtan álljon oda, tehát így ez így van kialakítva, és lerakattam egy ilyen csövet, ami így átmegy. Na most ugye az a lényeg, hogy ezt bizonyos időként ugye nyilván pucolni kell, mert ott mondjuk megállhatnak dolgok, ez ugye megtörténik, akkor ez működő dolog. Azt nem szabad csinálni szerintem, hogy a víznek ne legyen semmilyen útja. Tehát, hogyha nem ott helybe szikkasztja, akkor legalább a csapadékvíz elvezető rendszer legyen összekötve az egyik A pont a B ponttal, és akkor ne az legyen, hogy mondjuk egy-egy ingatlan előtt ott semmi nincs, mert hát az okozhat problémát ilyen téren, főleg nem is a szikkasztás, hanem tehát az árkoknak két funkciója van. Egyrészt ugye az árok szikkasztanak, másrészt ugye el is vezetik a csapadékot. Ezen kívül nagyon fontos elmondani, hogy vannak külterületi csatornák minden önkormányzatnál, és mi azért elég komoly összeget költünk arra, hogy ugye itt be legyen ezekbe építve a fenékküszöb, és helybe tartsuk a vizet ezekbe az árkokba, mert hogy azt mindenki látja, meg hogy egyre inkább, egyre mélyebb kutakat kellett fúrni az utóbbi években, hogy az ember találjon vizet. Tehát nem feltétlen kell nekünk a belvizeket azonnal a Dunába elküldeni, hanem mondjuk ilyen fenékküszöbbel, ha bent tartjuk ezekbe az elvezető csatornákba azt a részét, amit ugye a fenékküszöbben tud tartani, akkor az mindenképpen jó a talajnak, és akkor nem az lesz, mint van, ahol most hallottam itt a környékben, hogy 56 méteren még nem találtak vizet. Azért az brutális. Tehát erre fölhívnám minden kollégának is a figyelmét, hogy ezt figyeljünk odafokozottan, hogy be legyenek ezek a fenékküszöbök építve, mert lehet, hogy nem nagy dolog, lehet, hogy nem sokat számít, de sokat számít olyan értelemben, hogy mondjuk legyen még zöld felület mondjuk 15-20 év múlva is. Nem csak a településen belül értem, hanem a településen kívül is. Aki mondjuk volt az utóbbi időben mondjuk 20 évvel ezelőtt járt Somogyba, és mondjuk mostanában megy, az bizonyos helyeken, én sokat jártam arra, egészen elkeserítő képet tapasztal. Figyeljünk oda ezekre a dolgokra, jó? Hogy tényleg nem csak a csapadékvíznek az elvezetése, hanem egyben a helyben tartása is nagyon fontos feladat lesz az elkövetkezendő évtizedekben. Vagy a helyben elszikkasztása. Igen. És vissza is térünk a csapadékvízre. A legtöbbször a csapadék érkeztével az okoz még nagyon nagy gondot, hogy az ingatlanokra ezt a csapadékvizet nem helyben szikkasztják el, hanem közterületre kivezetve. Igen, ugye a jogszabály azt mondja, hogy az ingatlanoknak helybe kell elszikkasztani a csapadékot, de hát ugye nagyon sok udvar le van térkövezve, ilyesmi. Én értem, hogy ezt mondja a jogszabály, de most viszont ilyen szempontból szerintem egy önkormányzat lehet megengedő olyan téren, ha tud, nyilván a jogszabály az jogszabály, de hogy mindenki úgy éljen, tehát ugye az a szabadság, hogy úgy éljünk, hogy egyébként szabadok legyünk, de mások szabadságát ne veszélyeztessük feltétlenül. Tehát, hogyha nem olyan nagy tragédia ez, hogyha le van térkövezve, tehát nem kell egyből szerintem bántani a lakost, meg ilyesmi, hanem föl kell mérni a helyzetet, és akkor találni rá egy megoldást, hogyha tudunk, hogy elvezessük a csapadékvizet szerintem ezt úgy lehet jól kezelni, hogyha az önkormányzat meg a lakos ugye közösen felelősek a dolgokért, és akkor együtt tudnak egy jó megoldást találni. Én hál' Istennek ugye Újhartyánon csodálatos emberek laknak, én ezt mindig elmondom, hogy én azért mindig azt látom az embereknél, hogy tudnak együttműködni megoldást találásban is. Így pozitív példákat tudok csak sorolni ilyen szempontból. Beszéltünk már róla, hogy nem is olyan rég átadásra került a Gödör felújított, gyakorlatilag egy látogatható közparkként.
ott a helyismerettel rendelkezőknek nem kell elmondani, bár a névből egyéb hallgatók is utalhatnak, vagy gondolhatnak rá. Nyilván itt egy Gödörről van szó. Meglepő módon, igen. Egy régi építkezések kapcsán ugye innen termelték ki a hozzá szükséges építőanyagokat. Az ilyen nagyobb mennyiségű esők érkeztével történt már ott egyébként valami említésre méltó, akár károkozás? Inkább arról beszélnék, mert nem tudnék ilyet mondani, hogy amikor mi a Gödört elkezdtük úgymond megművelni, tehát az óvodával, akkor is figyeltünk arra, és a park kialakításánál is, hogy ez egy természetes vízgyűjtő területe a településnek. Tehát ahogy a parkot kialakítottuk, az úgy lett, hogy ez még mindig a természetes vízgyűjtő területe a településnek, és hogy ott ez el tud ilyen módon szikkadni. Ezt úgy kellett a parkot kialakítani is, meg ugye ott a hátsó részében, aki meg van elismerete, tudja, hogy ez a szikkasztó rész, ez megmaradt régebben is, meg most is. Ahogy mondom, hogy folyamatosan monitorozni kell a csapadékvízelvezetést. Már majdnem kész lettünk a Gödörre, és akkor kaptunk egy nagy esőt, és láttuk, hogy itt nagy mennyiségben zúdulna le víz, és hogy vezessük el, és aki figyel, az látja, hogy az utca felőli oldalra betettünk egy ilyen, úgymond betonból készült ilyen lefolyást biztosító műtárgyat, ami azért van, hogy valóban, hogy ez a lefolyás ez úgy működjön, meg ez a csapadékvíz elvezetés, ahogy annak működnie kell. Tehát hangsúlyozom, hogy fontos, mindig épülnek új dolgok, akár a település, akár a lakosság részéről, akár vállalkozók részéről, és ez mind-mind módosítja a domborzati viszonyokat, és mind-mind módosítja csapadékvíz elvezetésnek a mienségét. Ezt az a legjobb, hogyha folyamatosan figyeli az önkormányzat, vagy az arra megbízott szakemberek. Szintén a helyismeretre appellálnék. Ha Dabas felől érkezünk a város felé, akkor még a körforgalom előtt van egy balra leágazás, egy elkerülő út. Csak nem a misztikus kerítés lesz. A misztikus kerítést kérdeznénk. Igen. Mit lehet erről eltűnni? Egyrészt hirtelen kerítés elemek kerültek ott a pusztába. Ennek van-e valami célja? Mi történik ott? Igen, ez úgy történt az én ismereteim szerint, hogy valaki megvásárolta azt a területet, és úgy gondolta, hogy jó ötlet, hogyha bekeríti. Na most gondoljunk már bele, hogyha minden külterületi ingatlan be lenne kerítve. Ugye? Kiment ugye Balog Ági, és elmondta a vonatkozó jogszabályokat, és aztán ez a bekerítés az abba maradt. Én azt gondolom, hogy majd azok az elemek is a helyükre kerülnek. Zárásul pedig, ahogy az már lenni szokott, programajánlóval fejeznénk be, október 5-én újra Hartyán Fest, új Hartyán. Így van, most így egy rendhagyó módon egy kicsit későbbre, egy hónappal későbbre tolódik, és ugye keressük azt a dolgot, egy kicsit ilyen átmeneti ez a Hartyán Fest a mostani, mert hogy próbáljuk ugye föltölteni, tehát az a terv, hogy ez egy kétnapos rendezvény, nagy rendezvény lesz, majd megnézzük, hogy most ez az időpont mennyire jó, mert sokan mondták így, mikor döntést meghoztuk, nem volt egyértelmű, volt, hogy mert ez ezért meg ezért jobb, igen, egyébként nagyon sok szempontból jobb később tartani, más szempontból nem annyira, ugye időjárás, stb. Tehát így egy kicsit ilyen útkeresés ez még, de jó lesz. Innen. És idén is jó lesz, és úgy tudom, hogy a szervezők, a művelődés szervezőnkkel fogtok is erről beszélni, hogy mik a részletes programok. Schumann Lang Helgával majd felveszük a kapcsolatot, és a részleteket itt az Otthon hangján természetesen elárulja. Hát ezzel a gondolattal búcsúznék tőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Stúdiónk vendége Schulz József újhartyán polgármestere volt. Köszönöm.